Július 13-a és 17-e között ismét a Velencei tó partjára látogat a hallgatók legnagyobb rendezvénye, az EFOT Fesztivál. A külföldi nagysztárok mellett természetesen idén is felvonultatja a fiatalok egyik legkedveltebb fesztiválja, a nagy magyar zenekarokat. Idén arra is figyelmet fordítanak a szervezők, hogy az egyetemisták által kedvelt ifjú tehetségek is nagy színpadi lehetőséget kapjanak, vagyis 2022-ben a rendezvény legnagyobb koncerthelyszínén várja közönségét többek között Tídeni, BSV, Azaria és Jude Law is. Az idei évben a nappali programokat újra struktúrálták és összehangolták annak érdekében, hogy a fesztivál minél inkább megmutassa, egyetemistának lenni menő. Emellett a szervezők egyik legfontosabb célkitűzése, hogy ez a legzöldebb fesztivál legyen, melynek középpontjában a környezettudatosság és a fenntarthatóság áll. Így szeretnék megoldani, hogy teljesen hulladékmentes legyen. Emellett az is fontos, hogy az EFOT egy olyan rendezvény legyen, amely segíti ezeket a közösségeket újraalkotni és megerősíteni. A helyszín ezúttal és várhatóan mostantól a lakott területektől távolabb esik, a sukorói Szabadstrand környékére, ahol hosszú távon telepednének le. A fiataloknak érdemes figyelni a tiedafesztivál.hu weboldalat bővebb információkért.